Kitart a Pesti alsó rakpart lezárásának terve mellett Karácsony -gergely, sőt, szerinte kompromisszumos megoldás, hogy az útnak csak egy szakaszáról tiltanák ki az autósokat, bár a tervet egyes felmérések szerint a többség elutasítja, a főpolgármester azt mondja, hogy a zöld szervezetek szerint még hosszabb részről kellene kitiltani a kocsikat. Többen viszont úgy vélik, hogy elviselhetetlen dugókat és még nagyobb környezetszennyezést okozna, ha a terv megvalósul nagyon nagy az igény arra a budapestiekben, hogy, hogy, közelebb rátélhessék a Duna közelségét. A budapestiek szeretnének közelebb kerülni a Dunához, ezért támogatják a Pesti alsó Alsórakpart autómentesítését. Ezt állította Szerdán a főpolgármester. Karácsony Gergely arra a felmérésre hivatkozott, amelyet néhány napja a közösségi oldalán osztott meg. Ebből szerinte az derül ki, hogy a többség átadná a gyalogosoknak a rakpartot. Budapest főpolgármestere sajátos értelmezést alkalmazhatott a kutatás eredményeinek összesítésénél, írta a magyar nemzet. A portál szerint épp az ellenkezője derül ki az adatokból, vagyis hogy a többség nem ért egyet a pesti alsórakpart lezárásával. A megkérdezettek 43 a fenntartaná az autós forgalmat, 32 egyes szakaszon megnyitná, és mindössze a válaszadók 17 a adná teljes egészében a rakpartot a gyalogosoknak. Semmi esélye ennek az egésznek. Nagyot kéne kerülni, borzalmas lenne. Elég megígyos, hogy hétvégén le van zárva a rakpart. A híradó által megkérdezett autósok elképzelhetetlennek tartják ezt a változtatást a fővárosban. Az autók kitiltásáról az index is megkérdezte az olvasóit. Egy nap alatt 30 ezeren válaszoltak, és mintegy kétharmaduk több mint 20 ezeren elutasították a tervet. Határozottan ellenzi a lezárást a Magyar Autóklub és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara is. Karácsony Gergely viszont kitart, sőt olyan véleményekre hivatkozik, amelyek szerint még a mostani terv sem elég radikális. Tulajdonképpen a főváros egy kompromisszumos álláspontot képvisel ebben, hiszen az összes zöld civil szervezet szerint nem vagyunk elég radikálisak, és a teljes alsórappartot zöldíteni kellene pedig a rakpart lezárása sokak szerint azt jelenteni, hogy a jövőben az eddigieknél is nagyobb dugók lennének Budapesten. Szakemberek azt mondják, megszűnne a főváros észak-déli összeköttetése, ráadásul az átterelt forgalom miatt a környéken lakók életminősége is romlana. Nem beszélve arról, hogy nőne a légszennyezettség. A főváros vezetése elkezdte a híd tervezésének az előkészítését. Bár a pesti alsórakpart lezárásával kapcsolatban hatalmas viták vannak, Karácsony Gergely most mégis egy másik ügyben indított társadalmi párbeszédet. A lendő Akvinkumi hídról kéri ki a főváros a budapestiek véleményét pedig már 20 évvel ezelőtt is ennek az átkerülnek a terveivel kampányolt Demszki Gábor, akkori főpolgármester. És a mostani városvezetés is úgy számol, hogy az Akvinkumi híd legkorábban a következő évtizedben épülhet meg.